Hello, sziasztok! Én is üdvözlök Hello, mindenkit. én is üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Azzal kezdeném szerintem, hogy keveset tudunk azóta arról, hogy pontosan mivel is foglalkozol a Network 4 vagy Network 4-nél, mert hogy a hivatalos titulusod, hogyha jól tudom, hogy az akkor online főszerkesztője vagy a teljes portfóliónak. És de hogyha jól érzékem, akkor a legtöbb dolgod azért a sportcsatornával, az Arena 4-jel van, annak a felépítésével. Szóval, hogy én magyarán jól érzékelem, hogy most ott van a legtöbb dolgod, vagy inkább arra koncentrálsz most jelenleg. Abszolút, abszolút. Apró korreció, ami az én dolgom elsősorban, az Arena 4 Plus. Aha. Az online jelenlétünket, vagy az online csatornánkat hívjuk Arena 4 Plusnak. És tulajdonképpen az a dolgom, hogy ezt az egészet összerakjam, összefogjam, és működtessem kollégáimmal együtt. Úgyhogy megcsináltuk a weboldalt, felépítettük az egészet végül is a nulláról. Én nekem tetszik, szerintem jól is működik, hál' Istennek, és kupogom gyorsan. És folyamatosan dolgozunk rajta, hogy egyre jobb legyen, és fejlesztjük is, és szeretnénk egy olyan weboldalt összerakni, amelyik egy valódi, önálló, saját lábán megálló streaming platform sportközvetítésekre. Lesznek olyan sportesemények, ugyanis meg most is vannak, amiket csak itt lehet látni, tehát csak online. Igen. Ezt eddig még szerint úgy tudom, hogy Magyarországon, biztos, hogy Magyarországon még senki nem lépte meg, de erre fele halad a világ, és hál' Istennek, hogy a Network 4 felismerte ezt, illetve hát az András, a Borsán Nyeres András, és elmentünk ebbe az irányba, és szerintem elé mentünk a trendnek, legalábbis magyarországi részéről, és reményeim szerint iránymutatunk, aztán úgy csináljuk majd, hogy ne nőjön senki a fejünkre, hanem mindig mi menjünk elő. Ez a cél. Igen, igen, mert hogy azt érzékelem, ezt te is mondtad, hogy volt itt, tehát voltak itt hangzatos próbálkozások, akár más tévétársaság részéről is, tudod, hogy most miért indítjuk a streamingre koncentráló platformunkat, most is sportról beszélek, de hogy még mindig azt érzem, hogy itthon nem az a gyerekcipőben, de hogy kb. Még mindig el kell meséltetni, hogy létezik olyan, hogy tényleg, nem tudom, mobilodról bekapcsolódsz egy meccsbe, akár előfizetőként, akár regisztráltként, hogy ez a, hogy mondjam, ilyen gyerekcipő, ez amiatt van, hogy ennyire kevesen vevőek még itthon erre a szolgáltatásra, vagy egyszerűen csak kevesen mernek ebben fejleszteni. Hát minden új dologot, ezt is be kell vezetni, és meg kell ismertetni a nézőkkel, mert azért valljuk be, hogy az ember a szokások rabja. Tehát, hogyha megszoktam azt, hogy bekapcsolom az X csatornát, és azon nézem az Y műsort, akkor hogyha jön valami más, valami új, akkor idő kell hozzá, de rákapnak az emberek, hiszen ugyanannak vagyunk, mint a nyugat-európai, vagy amerikai, vagy ausztrál, mint a tévénézők tulajdonképpen. Úgyhogy nem vagyunk mi hülyébbek, meg kisebb igényűek semmivel. És ahogy a Netflix a szórakoztató tartalomba, vagy a Disney Plus, vagy a Hulu, vagy az Amazon, de még sorolhatnám, ugye, megcsinálta azt az áttörést, amivel tulajdonképpen elmosta, vagy mondjuk az Apple TV Plus, amivel elmosta a határokat a valódi lineáris televíziózás, vagy a klasszikus lineáris televíziózás és az online televíziózás között, hogy az okos tévés alkalmazásoknak köszönhetően az ember leül a készülék elé, tehát effektíve a készülék, mint tárgy, az a televízió, és akkor tévét néz, és neki aztán teljesen mindegy, hogy most az a set-top boxon keresztül mondjuk az RTL-t nézi, vagy ugyanazon a set-top boxon keresztül, vagy alkalmazáson keresztül, de a tévéképernyőjén egy online szolgáltatónak a műsorát nézi, ami legyen a Netflix, de legyen az Arena 4 Plus. Úgyhogy tulajdonképpen az, amit a sporttal megcsinálunk, az effektíve ugyanaz, mint amit már megcsináltak a szórakoztató tartalommal, legalábbis próbálunk valami hasonlót csinálni. Kicsivel másabb persze, hiszen egy sorozatot, és mit tudom, hogyha most megnéztem egyrészt, és egy hét múlva nézem tovább, oké. Azért egy sporteseménynél megnézek belőle 10 percet,
holnap megint 20-at, az nem, általában nem így működik a dolog. Úgyhogy egy picivel másabb, illetve át kell struktúrálni, és át kell gondolni azt, hogy hogy rakja össze az ember, és ez iszonyú izgalmas, és végig gondolni, hogy, hogy mik azok a sportok, és mik azok a bajnokságok, amiket érdemes ott tolni. Egyébként nagyon fura, hogy, hogy ha megnézed, Magyarországon, meg egyébként a világon mindenütt ez volt nagyon sokáig, hogy a sportcsatorna, van egy sportcsatorna, veszel X jogot, egyre többen nézik, hú, de jó, akkor vegyünk még jogot hozzá, oké, de hát ütköznek egymásra az események, mit csinálunk? Hát indítunk még egy sportcsatornát, aztán még egyet, stb. És akkor ez a magyar piac is jellemző, a konkurensek is ugyanezt csinálták, és ez, ez a világon mindenki ezt csinálta, a Sky Sports 1, 2, 3, stb. BT Sports, nagyon sokan csinálták. És előbb-utóbb viszont ugye a piacra belépnek az új szereplők, és akkor azt mondja, hogy várjál, már én is sportcsatornát indítottam, rákínálok a jogra, vagy mit tudom én, az A csatorna azt mondja, neki már többet nem kell, a, tudom én, a gyeplabda, és akkor inkább az ott van, és akkor ezt el lehet vinni, akkor a másik televízió megveszi, akkor a gyeplabdát fogadni, és egy idő után a piac beáll arra, hogy, hogy ott vagy, hogy van két sportcsatornád, és nem biztos, hogy meg tudod tölteni értékes, vagy meg sporttartalommal, és akkor mi van? Tehát akkor tulajdonképpen ott van a szolgáltató, most a UPC-ről, Telekomról is, és igen. beszélek, akkor ő meg joggal mondja azt, hogy te várjál már, most eladtál nekem két csatornát, beraktam a csomagba, megszokták az emberek, ott van egymás mögött, de hát az egyiken favágós realitik mennek, a másikon meg alaszkai bozótlakós realitik mennek, és csak néha van valami sport, hogy ez így hogy van. Igen. Hát ennek, mi nem ezt az irányt választottuk, mi azt az irányt választottuk, hogy van egy lineáris sportcsatornánk, az Arena 4, ami továbbra is az ászlós hajó, és mellette az Arena 4 Plus, az pedig nem úgy kiegészítő csatorna, hogy a lepattanót vagy a kevésbé értékesebb jogokat közvetítjük ott, hanem egy mellette párhuzamosan működő online platform lesz, illetve hát most is az, de Isten igazából, mert a Bundesligával indul be augusztus közepétől, és értékes tartalommal töltjük meg, lesznek dolgok, amiket csak ott lehet látni, például most a Bundesligánál tartunk, minden meccset fogunk rajta adni. Tehát online minden meccset fel lehet érni. Hogyha párhuzamosság van a Bundesliga meccsek között, akkor az egyiket, tehát ott ki tudod választani akkor magyarán, hogy vagy te melyiket szeretnéd nézni, ugye, hogyha jól értem. Igen, konkrétan a szombati nap az a Bundesligában, amikor dömping van, amikor egymás mellett megy, tehát most egy öt meccs, akkor abból egyet adunk a lineáris tévébe, hiszen egy csatornánk van, és mellette négyet, illetve ötöt, mert adjuk az ötödiket is, az pedig az Arena 4 pluszon el lehet érni, és a néző kiválaszthatja, hogy melyiket akarja nézni, de olyan lehetőséget is akarunk kínálni, hogy egy ilyen egy képernyőn öt kis picike ablakba, akár mind az ötöt láthatja egyszerre, és kiválasztja, hogy melyiknek a hangját akarja hallgatni. Úgyhogy ez szerintem egy eléggé előremutató dolog, és hogyha ezt nem csak a Bundesligával, hanem több bajnoksággal is meg lehet majd csinálni később, meg közsporttal, akkor ez egy olyan plusz tud adni, ami azt mondja az ember, hogy hát jó, akkor én ezért fizetek, hiszen kapok tőle annyi pluszt, és annyi értékes tartalmat, ami megéri azt a pár ezer forintot, hogy ha mondta. Igen, bocs, erről nem beszéltünk még, hogy ezt eleve úgy indítjátok akkor augusztustól Bundesligával, hogy eleve előfizetéses lesz, vagy még lesz valamilyen kezdeti koncepció, ahol még nem tudom, olcsóbban, vagy akár regisztráció ért cserébe. Hát jelenleg is működünk, és hogyha valaki felmegy, akkor regisztráció ellenébe nézhet élőadásokat is, amikor vannak élő közvetítések, illetve visszanézheti a közvetítéseket, amik a lineáris csatornán mentek. Például most mit tudom én, a hét végén vagy jövő elején, hogyha minden igaz, akkor elindul végre a Copa America, hogyha Brazíliában nem tartanak valami hirtelen nézhetőzást, amivel nem most valami, nem tudom, nem teljesen világos még a helyzet, de minden 99% hogy lesz, és akkor azok a meccsek, azok a lineáris tér fognak menni élőbe, viszont utána vissza lehet majd őket nézni online például. Úgyhogy ez már most megvan, ingyen is bejelentve lehet regisztrálni, és augusztus közepétől a Bundesliga indulása táján fogjuk úgy beindítani, hogy onnantól kezdve majd a fizetős tartalom, tehát fizetik el majd a tartalomért, különböző konstrukciók lesznek, lesz egy kis ingyenes időszak is, lesznek kedvezmények is, ahogy egyébként ezt mindenki, hogy szokta csinálni, hogy
De hát itt még az árazással kapcsolatban, meg az indulás pontos dátuma, az még nincs még kőbe vésve, úgyhogy még erről azért nem akarok beszélni, mert nem akarom, hogy utána valaki elég vagy ezt a videót, hogy várjál, mert azt mondtad, hogy ennyire... Azt mondtad, hogy... Ennyi igen. Fogja. Nekem erre nincs szükségem, meg is vernének, vagy valami. Úgyhogy nem maradjunk, hanem, hogy augusztus közepén... Igen, bevezető kampányszerű. Aha. Azt is elejted, vagy arról is beszélsz a holnaptól már olvasható interjúban, hogy rengeteg olyan megoldás is van a Bundesliga csomagban, tehát hogy itt nyilván nem csak közvetítési jogokról beszélünk, hanem mindenféle pluszról, hogy neked van akár olyan ilyen szolgáltatás ebben a csomagban, amit már azonnal hoznál, hogyha tehetnéd az Arena 4 pluszra, vagy ami ilyen jövőben mutató megoldás, ami szerinted így előbb-utóbb be fog jönni itthonra is. Én az a fajta néző vagyok, aki miközben nézek egy meccset, nagyon sokszor megy mellett egy Twitter folyam, mert elég sokat, sokszor nem tévében, hanem gépen vagy telefonon nézek, vagy tabletem. És mellette ott van egy Twitter folyam az OptaJoe, vagy valamelyik más statisztikai szolgáltatónak a Twitter folyama, mert engem érdekel mindenféle dolog a meccsel kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ebbe az irányba elment a sportközvetítés is. Erre már vannak példák a BT Sportsnak is, és a Sky Sportsnak is vannak olyan szolgáltatásai, ahol, mit tudom én, a mérkőzéseknek a fontosabb pillanatait, azokat megjelöl egy ilyen timeline-on, mérkőzés közben statisztikákat mutat. Ezek a next-gen dolgok azok, amik attól függően lehet őket megjeleníteni, hogy a jogtulajdonos az mit csinál. Tehát, hogyha mondjuk megveszik a lengyel bajnokságnak a jogait, és a lengyel bajnokság jogtulajdonosa nem akar ilyen csili-vilit hozzárakni, én odaadom a mérkőzésnek a jelét, aztán azt csinálsz fel, amit akarsz, tegyél rá a kommentárt, hogyha te a grafikai izékkel fel akarod dobni, akkor csináljad, ha statisztikát akarsz rárakni, akkor csináljad. Akkor az meg lehet azt oldani, hogy egy szolgáltatóval köt az ember egy szerződést, és élőbe megjelenít mindenféle adatokat, hány kilométer per órás sebességgel lőtt el az illető a labdát, a születésnap futott-e már ilyen sokat, stb. Viszont vannak olyan bajnokságok, és vannak olyan jogtulajdonosok, amelyek ezt megcsinálják, és eleve így adják a közvetítést. Erre például nagyon jó példa a Forma 1, vagy például a MotoGP is, ahol hogyha a MotoGP-nek a jelenleg is elérhető a Dornának az oldalán keresztül, amelyik a jogtulajdonosa, hogy nem kevés pénzért előfizetsz egy évre, és a versenyeket annak az motorosnak a kamerájából követed le, amelyikből akarod. Ja, tehát gondolom, hogy mindegyiken van kamera, de ha nem is, akkor tehát azok közül, akikre raktak kamerát. Igen. Ez is érdekes, lehet, hogy látogatod, mert mit tudom én, tegyük fel, hogy te Rosszit szereted, szegény Rosszi nem nagyon van elől, úgyhogy mostanában úgy, hogy nem mutogatja a kamera. Ilyenkor mit tud csinálni, de hát én Rosszit akarom nézni, hogy ő hogy motorozik, mert akarom lesni a mozdulatot, hogy mit tudom én, váltasz kettőt, és akkor ott vagy. Ugyanez Forma 1-nél is működik, hogy végignézheted, hogyha nagyon akarod, akkor mit tudom én a Mazepinnek a kamerájából a versenyt, ami ugye bár általában rövid lenne, mert szerencsétlen az harmadik kanyarba kipördül, valakit megakadályoz abba, hogy elmenjen, és jön egy sárga zászló, és egy biztonsági autó, ez izgalmas. Úgyhogy ezek azok a megoldások, amik a közeljövő, vagy inkább a jelenben ránk köszönhetnek. Távlatokba gondolkozzon meg, én nagyon szeretnék egy olyan közösségi élményt, ami nagyon hülyén hangzik, mert is imádok messze járni, és nagyon, tehát az a hangulat, ami kint van, amikor így tényleg így tapintható az egész, tehát ott vagy együtt, és ez nem ilyen hülye lózunk, meg mit tudom én, mert tessék áll a szőrakaromon, amikor együtt dobog az összes szív, és olyan hangulat van, mondjuk a stadion függő is, én nagyon Liverpool drukker vagyok, és ami az Anfield Roadon, ami hangulat igen. Van, azt egyszerűen itt még jobban áll, lehet látni, azt nem lehet leírni, elképesztő ereje van az egésznek, és ez jó lenne, hogyha ezt át lehetne vinni a tévébe, vagy legalább valami pseudo közösségi élmény. Aha, ilyen virtuális valóságszerűre gondolsz, vagy egy ilyen... Ugye, mi van akkor, hogy kimész a meccsre?
együtt üvöltesz, együtt sírsz, stb. A melletted ülővel, lehet egy tök ismeretlen ember, és már a hátát veregeted. Mi van akkor, hogyha mi azt csinálnánk meg, hogy miközben nézel a meccset, mellette a képernyőn párhuzamosan tudsz a bejelentkezett haverjaiddal együtt beszélgetni, vagy csetelni, akár videó, akár, hogyha nagyon akarsz, akkor csak szöveg, vagy text alapú dolog. Ezt is próbálgatják már, és vannak kisztítók, és nem egy országban voltak kísérletek. Egyelőre nem nagyon működik a dolog, ha minden igaz, mert az emberek inkább, mert vannak a megszokott chat platformjai, ahol szeretnek beszélgetni. Ahol beszélnek a meccsről. Igen, elég nehéz őket oda terelni, de szerintem ez is csak idő és kezdkérdése. A Netflixnek is van ez az együttnézős hogy viewing partit, és akkor egyszerre nézitek az adott tartalmat. Nem tudom, hogy annak milyen a népszerűsége, mert Netflix számokat nem szokott erről elárulni, de mivel még nem vették ki a kínálatból, ezért gondolom, hogy van, aki használja, mert azért ilyet lefejleszteni, ez nem 3 forint. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogy ebbe az irányba is elmenjünk, meg azért vannak még terveink, amikről most nagyon nem szeretnék beszélni, akkor a tippeket adni a konkurenciának, úgyhogy ezek azok, amik... De az egész irány errefele harad egyébként. Tehát, hogyha megnézed, nagyon sok helyen, nagyon sok szolgáltató vásárol egyre több kizárólagos jogot, olyanokat, amik eddig érinthetetlenek voltak. Ausztráliában például a Bajnokok Ligája, vagy az ausztrál futball, sőt rögbiókat is vettek meg úgy, hogy tévében már nincs. Az olaszoknál ugyebár most pont egy nagy online szolgáltató vette meg az olasz bajnokság közvetítési jogait, ami azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy a heti meccsek közül 3-at ad lineáris tévé, a többi csak online tudod megnézni, külön pénzen. Most ebből ott probléma lesz egyébként, mert ugye az olaszok... Hát már látszik is a balhé, nem? Vagy hát azért megy a hőzengés, hogy... Ebből gáz lesz, de nagyon sok helyen van az, hogy értékes sportjogok olyan online közvetítések, vagy platformoknál vannak, amiknél eddig nem. Hanem eddig az volt, hogy bekapcsolod a tévét, és ott van. Igen. És most nincs ott. Ez ugyanolyan, mint hogy amikor a Trónok harcát akarsz nézni, akkor HBO-ra kell előfizetned. Ha nem, akkor nem látod a Trónok harcát, tehát most maradjunk annál, hogy leveszik a torrentet, meg mindenféle egyéb kalózmegoldásokat. És hogyha meg akarsz nézni, mit tudom én, egy Bost, akkor a Boshoz vagy megnézed nálunk, mert azt mi is adjuk, vagy pedig az Amazonnál nézed meg. És igen. Milyen Netflix előfizetésed, de hát azon nincsen Bosch. Hát nincs, mert az Amazonnak a sorozata. Hát akkor ki kell fizetni az Amazonra is a pénzt. Ez a probléma egyébként valahol, hogy nagyon-nagyon sok már az elő a szolgáltatás, szétdarabolódott az egész, ugye a Netflix, amíg csak Netflix volt, addig mindenki odaadta neki a tartalmat, boldog, itt van, vigyed, fizesd ki az árát, egész világon a tiéd, sugározd, addig, ameddig akarod. Aztán utána mindenki rájött, hogy tehát miért adjam oda, hát építek egy ilyet magamnak, én vagyok a Warner, akkora könyvtáron van, mint mit tudom én, ide Jeruzsálem, hát miért adjam oda neki a jogokat? Bármennyire sokat is fizet, amikor én magam is le tudom ebből a pénzt szedni. Peacock. HBO Max. Igen. Szóval, hogy ez a szép darabolódás fog jönni sportjogokban is, tehát, hogy konkrétan így, nem tudom, 3-4 digitális előfizetésednek kell lennie, hogyha mondjuk így az összes topligát szeretnéd majd, nem tudom, 5 év múlva, vagy nem tudom, ez itthon mikor fog betörni, de te felé haladunk. Remélem, egyébként remélem, hogy nem. Remélem, hogy nem az lesz, hogy lesz 18 lineáris csatorna mindegyiken egy joggal, és lesz mit te 12 streaming mellé, és mindegyiken egy értékesebb jog, és az ember ott áll, hogy az meg 50 ezer forintot már kifizettem most, és még mindig nem látom az olasz kettőt, tehát ettől megőrülök, nem. Mert ez valóban nem így, nem lenne egy jó irány. De ettől függetlenül azt meg kell, tehát minden egyes alkalommal, amikor egy sportjog átkerül A csatornáról, B csatornáról, akkor abból hiszti van. Tudom, én is hisztisztem. Nem egyszer, nem kétszer. Na most, én Liverpool rajongó vagyok. Én nem láttam Liverpool meccset magyar tévébe, amikor mióta van Spiller valamelyik szolgáltatónál, ami nálam is elérhető, mert a Diginél van. És nekem nincsen Digim, és nem is volt Digim, és... Itt 8 éve van a Diginél az angol bajnokság, vagy valami ilyesmi. Jó, most megosztom a Spillerrel, de... Igen. És akkor mi van? Tehát most azért, mert nekem ez rossz, és ezzel telesírom az internetet, ez senkit nem érdekel. Tehát ja, de hogy... el kell fogadni azt az embernek, hogy
vannak jogok, vannak televíziós csatornák, a televíziós csatornák azt szeretnék, hogy nézzék őket, ezért ezeket a jogokat meg fogják vásárolni. És az, aki esetleg többet ad, vagy jobb ajánlatot ad, és nem feltétlenül biztos, hogy anyagilag nyújt jobb ajánlatot, hanem azt mondja, hogy jó, akkor most én megveszem a Bundesliga 1-2-t, és az összes meccset le fogom adni. Mert hogy eddig csak 6-at adtatok le. Belőle. Igen, hát, igen. Miért tudjuk adni az összeset? Nem is olyan rossz az ajánlat. És lehet, hogy árban ugyanannyit kínáltunk mi, mint az előző jogtulajdonos érte, de mi azt mondtuk, hogy nálunk viszont minden meccs nézhető. Úgyhogy ez a fajta verseny, ez szerintem egy teljesen egészséges verseny, és én értem, megértem a rajongókat, hogy ők nagyon szeretnének NFL, MotoGP-t, NASCAR-t, Indikát, angol, spanyol, olasz futballt, mindent egyszerre látni ingyen, de ez nem így működik. Ez nem így működik, ahogy nem fogja elolvasni a HVG-nek, a Telexnek, a 444-nek, vagy a Kreatívnek is azokat a tartalmait, amik paywall mögé lesznek rakva, mert egyszerűen el kell fogadni azt, hogy bizonyos limit után pénzt kell kérni azért a munkáért, amit az ember beletesz ezekbe a dolgokba, még pedig nagyon komoly munkát tesz bele, és ez van. Nincs ingyen vacsora. Jó is, hogy kitértél erre az árkérdésre, hogy nálatok, vagy arra utaltál, ugye, hogy nálatok, hogy ti képesek lesztek arra, hogy az összes Bundesliga meccset tudjátok közvetíteni, szemben mondjuk egy lineáris megoldással, ahogy az ütközések miatt nem tudtak volna mindet, de hogy az lett volna, afelé, vagy azt kérdezném inkább, hogy te is írtál annó sokat, sokszor indexes újságíróként sportjogárakról, hogy most, hogy már benne dolgozol, a járvány miatt egyébként így estek, akár egy Bundesliga ár megálltek szinten, vagy most pont még akár feljebb ment, amiatt, hogy még jobban ki van éhezve mindenki az élő, meg közönséget beengedő meccsekre. Tehát, hogy ebben látsz, most, hogy már így benne dolgozol, valamiféle tendenciát? Ha hiszed, ha nem mindent kötnek az orromra. Tehát én nem tudom, hogy nem, tényleg nem, fogalmam sincs, mennyibe került a Bundesliga. Tudom, hogy sokban. Ennyit tudom, mennyi? Sok. Nem. A szerződéseknek nekem azok a részei, tehát azok a részei vannak nálam, amik nekem kellene. Meddig van nálunk a jog, meddig lehet fönntartani, mit kell levenni az oldalról, mert minden, ahány sport, ahány jogtulajdonos, annyiféle ilyen timeline, vagy ezek vannak, ablakok vannak, ameddig meg van nyitva. Nekem ezzel kell foglalkozni, de amennyire tudom, az angol bajnokság az egyetlen egy ilyen fix, ilyen állócsillag olyan szempontból, hogy azt annyi pénzért adják el, amennyien nem szégyellik. Tehát ott tényleg, hogy mondják, hogy és a húgod is, akkor figyelj, Marika, most ez van, tehát nekünk nagyon kell ez most, úgyhogy ezt most be kell vállalni. Elképesztő összeg. Az tényleg elképesztő összeg, de arányaiban nézve a többi sportjog, ha jól tudom, akkor stagnál. Tehát nem lehet, nem van egy bizonyos határ, ami fölött az ember azt mondja, hogy jó, ne hülyéskedjetek már. Ennyit nem ér meg senkinek. Igen. De hogy akkor ezen nem változtatok, hogy... Én úgy tudom, hogy nem látható, és a nemzetközi rendekből sem az derül ki, hogy iszonyatosan elszaladtak volna az árak. Igen. Azért érted, hogy ha valamit akarsz nyújtani, most átszervezed mondjuk a BA-t, vagy átszervezed az Európa Ligát, vagy csinálsz egy újabb európai kupasorozatot, több meccset adsz, akkor több pénzt kérhetsz, ez egyértelmű. Tehát amikor mindig átszervezték a BA-t, mert ugye folyamatosan alakítják. Igen. Akkor mindig több meccs lesz, akkor mindig több pénzt kérhetsz. Ez teljesen egyértelmű. De ha ugyanannyi meccset adsz, mondjuk egy bajnokságba, akkor milyen napon kérsz többet? Tehát most attól nem... Most azért kérsz többet, mert Ronaldo ott van? Az olasz bajnoki jogokért? Az sem biztos, hogy ott lesz. Tehát. És az sem biztos, hogy ott marad, igen. Tehát... Egyelőre még azt mondta, hogy igen, de az autókat már elvitette. Tehát, ugye, tehát mit lehet tudni? Tehát, de igen, mondom, az angol bajnokság az egy anomália ebből a szempontból. Az állócsillag akkor. Hát iszonyatos brandérték, tehát ez valami persze. Elképesztő. Ennyire erős brandje az NFL-nek van, még a Bundesligának van, hasonlóképpen erős a spanyol, az olasz bajnokságnak,
Forma 1, MotoGP, tehát van 10 olyan, amit bármikor el tudsz adni, de ebből is az angol bajnokság az egyel föntebb van, mert... Aha, az a legfelsőbb. Mert valamiért igen. Aha. Még arról akartalak kérdezni, és ez lesz akkor az áró szerintem, hogy itt vagyunk egy nappal a Foci EB előtt, és hogy nagyon látszódik az összes sajtó, vagy összes nagyobb sajtóterméknél, látszódik, hogy mindenki készül valamiféle, akár plusz fizetőszolgáltatással, akár szakértők bevonásával arra, hogy magához csábítsa ugye az érdeklődőket. És te is közben ugye dolgozol az Arena 4-en ezen, hogy te podcastotok indult, vagy podcastjaitok, tehát hogy ott konkrétan újságírói munkát is, vagy szerkesztői munkát is végzel, és arra vagyok kíváncsi, szerinted mi az, ami még az az irány itthon, amivel akár előfizetőket is lehet szerezni, mert látszik hogy szakértők írnak egy oldalra, akkor látszik az, hogy híresebb egykori volt futbolista, tehát hát, ha ő hitelesebb az olvasó néző számára, te személyesen, vagy akár szurkolóként, most mi az, amiért, vagy milyen irányért adnál pénzt sportrajongóként? Mit várnál el egy ilyen oldaltól? Én nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha ha tényleg olyan emberek beszélnének a meccsekről, akik értenek hozzá, vagy legalábbis mit tudom, hogy nálam jobban mindenképpen, én nem nagyon értek hozzá, csak szeretem futballt különösen. És ne legyenek elfogultak, én az elfogultságtól tudok. Tehát én nem vagyok sportriporternek, még, tehát azt mondták a András, hogy próbáljuk ki, nagyon jó hangod. Mondom, az meg nem tudok leközelíteni egy Liverpool-Brighton meccset anélkül, hogy ne kezdjük a harmadik percben üvölteni, mint a sakál, hogy az meg ne rúgd föl az én játékosomat, mert megöllek. Nem tudom magamat függetleníteni. Ez van. Persze. Lelkesedést azt elvárnék, és nem csak a magyar meccseken, tehát nem csak egy magyar-portugál üvölcs a riporter, én imádom a dél-amerikai, de ez már annyira közhelyes. Viszont nagyon sokszor előkerül az embernek olyan klippek arab országokból, például az azt hiszem, hogy Dubai sportcsatornán van egy speaker, aki valami elképesztően imádja a sportot, és teljesen hogy kirúggolt, 4 percig üvölt, és ez, például nekem ez egy kis hangulatot ad hozzá. Az, hogy szakértőket toboroznak mindenhol, és külön mellékleteket csinálnak, mi is csináltunk eleget az Indexnél, ez jó egyébként, én imádtam csinálni. Na, még akkor is, amikor rámosztották, hogy a portugál válogatottnak valamelyik EB-n, vagy VB-n, azt hiszem EB volt, nekem kellett a blogját vinni. Tehát nekem kellett a portugálokról, akiket annyira nem szeretek, dicsőítő posztokat, meg ilyeneket írni. Persze viccesen, úgyhogy mindenki tudta, hogy azért van ott egy kis ilyen tangencsik dolog volt, de jó volt, és emlékszem, hogy az Indexban annak idején úgy mindenki lelkes volt, és akkor mit a jelentett 30-40 ember, hogy én is szeretném csinálni, még a rendes munkája mellett. Amit mi tervezünk, az megint csak majd inkább ősztől lesz, de lesznek ilyenek, hogy én is fogok írni, lesz egy heti ilyen megmondó cikkem sporttémában, lesz egy podcastunk is, ami azt hiszem szixizmus, vagy valami, jó Isten tudja már, valamilyen hülyeséget már kitaláltam hozzá. Lesz Bundesliga témájú podcastunk, csak Bundesligáról, de stúdióműsorok is lesznek, nem egy, nem kettő, ami nem csak Bundesliga, hanem más sportágakból, úgyhogy próbálunk minél többet adni az adott sportág rajongóinak, hogy minél benézhessenek kicsit a kulisszák mögé is. A MotoGP jogtulajdonosa rengeteg tartalmat tölt föl. Tehát onnan lehet majd szemezgetni, meg fogunk is. Itt volt a bőségzavar az, amivel küzdködünk, tehát amikor interjú nap van, akkor mind a 90, vagy mit a hány versenyző van ott a Moto 2, 3, igen. Mindenkivel beszélgetek fél órát. Élőben is, aki ezt mindenkit végignézik. Szóval inkább szelektálnotok kell majd. Jó, szuper. Köszi Six, hogy itt voltál velünk, és nyilván akkor augusztus közepétől megvárjuk a bejelenteni valókat, meg gondolom onnantól lesz ez igazán kb. Éles. Kb. Amikor, igen, hát amikor indul az Bundesliga, akkor mindenképpen, de... Igen. Jó, köszi szépen, és az interjút pedig megtaláljátok a Kreatívban, Six-el, amiben nem csak sportokról van szó, hanem indexügyről, meg még nagyon sok minden
másról is, úgyhogy ajánlom nagyon. Köszönöm, hogy itt voltál Nagyon velünk. szívesen.